Sziasztok, sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben a barkács videóban. Olyan apropóból készül, hogy van itt egy ilyen kis ablakunk. Ez gyakorlatilag a fürdőhelységnek az egyik ilyen szellőző ablaka, most be van tyúkva. Ezen egyébként normál esetben van egy szúnyogháló, és ez a szúnyogháló, ez összetört, gyakorlatilag egy hatalmas lyuk lett rajta, majd kiesett keretestül, mert a Sammy újabban ki szokott ide az ablakba üldögélni. Egy ilyen szappantartó van egyébként a másik oldalon, és abba beleáll, és akkor így az ablakba ott így könyököl, vagy pedig teljesen odakuporodik az ablakba, és kinyomta a szúnyoghálót. Úgyhogy ennek a kerete az itt van. Már letisztítottam a szögektől, meg mindenféle egyéb dologtól. Egyébként oda is próbálhatjuk. Itt két csavar középen az, amivel lehet rögzíteni, de ezt majd még lehet, hogy módosítani fogom. Gondolom ez így jön ide. És erre kéne most szúnyoghálót készíteni. Mert itt van az új szúnyogháló, már méretre vágtam. Viszont ami van nekem ilyen tűzőpisztolyom, az abban nem találtam sajnos a boltba ilyen belevaló tűzőkapcsot, úgyhogy kézzel kell hagyományos tűzőgépes kapocsal felszögelni. Aztán utána erre rakok egy másik keretet is, szóval készíteni fogok a szúnyogháló védelmében egy másik keretet, mert hát most akkor így néz neki. Tehát ez se valami szép, hogy itt látszódik ennek a széle. Tehát erre rakunk majd egy fa peremet, és akkor most ebbe a videóba gyakorlatilag ezt szeretném így összebarkácsolni. Na hát arról van szó, hogy van egy ilyen kis kalapács, meg van egy ilyen, ez rendes tűzőgépbe való tűzőkapocs, és megpróbáljuk ezzel felrakni, csak úgy nagyjából, nem ez fogja majd eredetileg rögzíteni. Lehet, hogy innen a földről egyébként, hogy megpróbálok valamit alá tenni, kamera alá. Vettem festéket is. Nagyon hörbis sztájlba nyomjuk, elnézést. Na, hát ugye végigér. Hát a szélét kell rögzíteni. Hogy random beszúrok kettőt. Aztán remélem, hogy ez a módszer ez egyébként hatásos. Oké, úgy néz ki, hogy működik. Megpróbálom úgy feszíteni, hogy lehetőleg jól felfeküdjön. Nem szeretnék púpokat alá. Oké, úgy néz ki, hogy jó. Akkor a négy sarkát rögzítjük, akkor egész szépen fog kinézni. Hoppá, lehet, hogy egy kicsit lelóg. Na jó, innen ebből még egy csíkot majd le kell vágni. Feszes nekem. Akkor még külön a keret is ugye szögelve lesz. Még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy ragasztópisztollyal is ráragasztok, hogy ilyen macska biztos legyen. Na, hát ezt nem tudom körömmel, hogy lehet szétszedni. Na, sikerült. Nagyon rossz, mert az a tűzőpisztoly, ami van, de egy sűrűn szögelem. Az ilyen német típusú, és annak valahogy
más fajták a méretei, nem tudom, hogy hogyan. Akkor hát az egészet fel lehetne itt darabolni. Most már úgyse szerelek itt biciklit, meg hát nem is tudom már mikor bicikliztem utoljára. Több mint egy éve szerintem. Úgyhogy nem kell félni, hogy kiszúrom esetleg a kereket véletlen. Szóval azért akarom ilyen sűrűre, meg ennyire masszívra, hogy a macska ne nyomja ki. Eredetileg azon gondolkoztam, hogy fából készítek egy ilyen rácsot rá, ami kicsit hajazzon erre az apácarács feelingre, ami itt a teraszon is, meg a ház egyéb pontján visszatérő motívum. Aztán elvetettem az ötletet, mert ez igazából, ez amit most felrakok, ez nem is szúnyogháló, hanem ilyen fáknak a törzsére való ilyen védőháló. Nem tudom, hogy bogarak ellen hogyan véd, maximum az ilyen nagyobb bogarak ellen, amik esetleg a kérget rágnák. Ilyen zöld színű tekercsbe lehet kapni. Hiszen valahonnan volt nekem, és annak idején ebből készítettem a gépháznak a elején lévő ventilátorokra a porszűrőt. És így kiterítettem és lefújtam fekete festékkel, és akkor egy egész ízléses gyakorlatilag. És hát így most is innen jött ez az ötlet, hogy ugye ez nem olyan, mint a szúnyogháló, hogy itt szétesik ilyen szálakra, vagy így ki lehet így bontani, hogyha esetleg valami sérülés éri. Hanem ez, hát nem is tudom, ilyen öntött, vagy ilyen fröccsöntött. Ilyen van vastagsága is. És hát ugye akkor macska biztosra akarom tenni, mert fürdő az egyetlen olyan hely, ahol a macska úgymond így tud hűsölni. Egészen megbarátkozott a vízzel is, tehát ugye jó, nyilván nem a teli kádba, de szeret a kádba is lenni. És nagyon közel van ez az ablak hozzá, ezt nem akarom bekockáztatni, hogy esetleg kimenjen. Egyszer ugye kimászott rajta, szerencsére hallotta a hangunkat, aztán vissza tudott jönni. És hát megvárt egészen pontosan az ajtónál, amíg ki nem megyünk, random. Elveszünk ezzel egy darabig. Hát, hogy ezeket gyorsan beszedelem. Akkor levágom ezt a velógó részt innen a széléről.
gyakorlatilag. Egy jó feszes lett. Na, és egy kicsi igazítást ide is. Nagyon pontos lett amúgy, méretileg. Lehetett volna sokkal kisebb az egész. Na, akkor hozom a másik keretet. Eredetileg. És ugye ez volt fenn, látszik rajta, hogy vannak ilyen kis szögek benne, ezeket majd hát vagy pótolni kell, vagy teljesen cserélni. Először nézzük meg, hogy ez gyakorlatilag hogy néz neki. Nem egy mai darab. De most ez belülre a belső része lesz. Hát, hogy vágni is kell belőle. Ezért hoztam ide a dekopírt. Ja, igen, és vágni is kell belőle. Hát akkor legyen úgy, hogy bejelölöm. De akkor egész jól ki kéne számolni. Mindjárt itt van a külső rész is, ezt meg ilyen ellalakút vettem. Ezt úgy találtam ki, hogy akkor legyen ez így. Gyakorlatilag ez mennyi? 2 centis. Aha, jó. Jó fog kinézni. Össze kell legózni. Oké, ennél itt lesz egy vágás. Olyan vékony amúgy, hogy nem is tudom, simán el tudnám amúgy utána ólóval is vágni. Jó, akkor a másik. Szintén egy ilyen, vagy inkább felszögelem. Sorba megyek, és akkor felszögelem. Hát annyira sok szöget nem akarok belerakni. Úgyhogy lehet, hogy ez az alsó, felső, ez csak ilyen 3-3 darabbal lesz rögzítve. Ráadásul ezt is újra hasznosítom, ami kijött a levágott részből. Szerintem akkor ezt ide középre rakom. Itt a kopácsolásért. Én se vagyok odáért, eljöttetek. Akkor menjünk így körbe, hogyha ezt annak lehet nevezni. Tehát akkor itt van ez a fele. Itt is ugye a hálótakaró és szegély részt azért így hozzánézem. Érdemes. Jó, és akkor itt pedig egy felső vastagságot nézünk. Ebből egész kevés jön le. Ugyan egy 1,5 centis darabka. Nem professzionális szúnyogháló lesz, mint állat. Azért mérem hozzá ezt a külső tándalmat, mert nem akarom, hogy a kettő között ilyen hézag legyen.
azt akarom nyomni. Akkor ide még egy pótlást berakok. Ennél 4 lesz a oldalsónál. És meg is van. Akkor jöhet akár a teteje is tőlem. Oké. Okay. Ide kell szög. Méghozzá 2 darab. Megpróbálom ugyanolyan szögekből összeállítani, mint amilyennel volt. Okay. És akkor az utolsó elem a belső keretből az ez lenne, és akkor ezt így szépen kéne kihozni, hogy takarjon minél többet. Oké. Okay. Aha, király, jó lesz ez így. Oké. Hát alapból ilyen volt ez az egész, tehát a gyárilag már mint házhoz így kaptam. És akkor erre találtam ki ezt a külső szegélyt, igazából ezt is vissza lehetne jobban vágni, de nem szeretném, hanem akkor már legyen az egésznek egy ilyen rendes kerete. Most az a kérdés, hogy ezt is úgy rakjuk-e fel, mint ezt. Ugye ez annyira nem is szép egyébként. Tehát majd a hézagokat ragasztópisztolyjal ki akarom tölteni, és lehet, egy kicsit csiszolok is az egészen, és akkor úgy festünk. Vagy pedig így elvágni 45 fokba, és akkor úgy illeszteni össze a darabokat. Szerintem az lenne az ideális. Csak ugye ez bonyolultabb ezt megcsinálni. Azt kell kitalálni, hogy hogyan kezdjünk neki. Hát, hogy le kéne vágni az elemeket alapból, és akkor utána levágni a sarkait.
Bár mondjuk akkor a hosszanti részeket lehet, hogy hosszabbra kell hagyni. Vagy pedig csináljuk-e úgy, ahogyan az előbb, és akkor nagyon egyszerű. Nem tudom, hogy itt az illesztés az mennyire lenne jó. Egyszer csináltam egy ilyen képkeretet, az mondjuk sikerült. Hát mondjuk van 2 méter ebből az anyagból. Hát, hogy meg tudnánk csinálni ezzel, próbáljuk meg minden esetre. És ugye a 2 lyuk, ami a felrögzítéséhez kell, az most ugye el lett takarva ezzel a belső kerettel. Ezt majd lehet, hogy újra ki kell lyukasztani, vagy fúrni. De hát ez már mondjuk csak részletkérdés. Akkor hozok egy tollat, és akkor bejelöljük rendesen. Ugye itt kell elvágni, de akkor 90 fokban... Mondjuk ez, hát nem tudom, hogy jó-e az, hogyha szemre, bár egész jó a szemmértékem. Vagy így gondoltam. Ezt megpróbáljuk akkor levágni, és akkor ehhez hozzánézni a továbbiakban a többi dolgot. Ilyen szögbe jön ez, és ez a puhafa, ez meg repedezik. Aha, most lesz a jó. Nem tudom, mennyire látszódik. Persze még ezen is lehetne finomítani. Örülök, hogy végre passzol. Na ja, hát nem tudom most, hogy felszögeljem, mert lehet, hogy azt kéne. Csak a másik oldalt itt meg ilyen. Tehát... ez biztos, hogy jó, viszont... Jó, ezt lehet, hogy újra csinálom majd, én nem tudom. Nézzük meg azt, hogy ez most, hogyha tegyük fel, ide lenne szögelve. Akkor elvágom ezt itt így. A francokat sokkal élesebben kell így. Attól félek, hogy hosszába elreped. Ha még azért ezen van mit csiszolni, szó szerint. Legyen csak 3 rögzítéssel. Hoppá, ez elgörbült. Kurva anyját. Szarszövet. A barnábok már kicsit rozsdásak. Azokban van anyag. Hogy lehet, hogy itt pont elkaptam egy görcsöt? Már tűzőgéppel is szerakottam, vagy a tűzésnél is szerakottam. A tűzőgép az kimaradt, ugye? Na jó. Próbáljuk arra, lehet, pont egy kapcsot kaptunk el.
kezdtek egy ilyen körülményes, egy ilyen szúnyoghálót megépíteni. Na, itt tartunk, és még semmi nem néz ki az egész. Ugye ez az elem lenne ide. Persze ennek is a sarkából azért majd csiszolgatunk. Meg azért használunk majd valami hézak kitöltőt is, ha muszáj. Ez is lehet, hogy ide, ha ide rakom, akkor nem is kell. Ez az elem pedig... De most belevágtam, vagy nem vágtam ezt le? Ez legyen akkor ide. Ja igen, azt levágtam, igen. És ugye ez nem illik ide sehogy se. Szerintem ide se fog. Ezt egy előre félre tesszük. Szerintem én ezt is levágom. Ennek most megvan a technológia, hogy hogyan tudjuk a... ezért rögzíteni a rövidebbik oldalt. Tök mindegy, hogy rakom fel. Jó, annak a sarkából majd még lecsiszolunk. Jó, az már mehet fel akkor kis szegyekkel. Hát kettő elég. Oké, na így néz ki. Ennek a sarkából csiszolunk, ide megrakunk kis hézak kitöltőt, aztán az egészet megpróbáljuk egybe csiszolni. Aha. Hogy már szögelhetném ezt is. Ide kéne szorítani. Jó, én ezt felszögelem. Már így mondjátok. Nem csak ilyen sima szúnyogháló lesz. Keretes, dupla keretes. Ráadásul minden lófasz. Össze kell szorítani. Középre is rakok egyet. Ez nem még durva, hogy nyithatóra megcsinálni. Mondjuk lehet, hogy még azt is meg tudnám csinálni. De ezt most nem ígérem meg, hogy a mai videóba bevállalom. Na igen, és akkor ugye itt ez lett elcseszerintve. Meg az egyik széle az jó, de itt a másik az nagyon nem. Úgyhogy ezt kellene újra kimérni. És
Gondolom, hogy egyik vége se jó. Persze, hogy nem. Na, akkor... itt van a... használjunk akkor már vonalzót is. Plusz a vastagság. Ez lett a legszebb. Nem tudom, a másik ez most. Ez itt egy kicsit lejjebb van, mint ez a széle, de itt alapból semmi nem volt pontos. Szóval a másik két fele úgy nagyjából jó. Hát jó. Akkor felszögelem így. Direkt nagyobbra hagytam. Ugye faglettel kéne a lehető legjobban kitölteni, még esetleg azt megnézem, hogy van-e nekem. Festés előtt, ha meg nincs, akkor meg marad a ragasztópisztolyos óckodás. Na srácok, akkor egy vágás múlva találkozunk. Hát egy kicsit csiszoltam rajta, meg a széleiből vágtam, ahol kellett. Viszont még a ragasztópisztolya még melegszik, mert nem találtam természetesen meg a faglettet, addig a hézagokat tovább csiszolhatjuk, bár ezt majd ugye újra be kell, hogyha kitöltöttük őket. És hát próbálok a hálóra nagyon vigyázni, mert ugye azt festettem le legelőször. Itt azért már egész jól néz ki. Hogy már jön is a cucc belőle. Kéne valami spakli, amivel mondjuk ezzel is lehet, hogy meg tudom igazítani. Össze nagyobb helyekre rakok. Mondjuk egész könnyű ezzel a pisztolyjal dolgozni. Olyan masszív lesz ez az egész. Macska biztos lesz. Oké. Ezt majd valahogy megcsiszoljuk. Remélem, hogy sikerül. És jó, mert az összes ilyen tűzőgép fejet gyakorlatilag sikerült elrejteni. Ó, oh, és itt van a jelenség, amiről beszéltem, aki miatt ez az egész van, gyakorlatilag Sammy itt kempel, és látjátok, hogy nyomja a fejét, tehát ki akar jönni, mert hallja a hangunkat, és
hát így nyomta át ezt a már nem tudom hány éves szúnyoghálót. Na hát közben két aksi csere között belecsavartam a mégiscsak nyithatóra szeretném, és beleraktam ezeket a zsanérokat. Gyakorlatilag egy 4-es előfúrással ide is feltettem, és még egy ilyen kis ráhajtókát is. Úgyhogy így néz ki ez a kis nyitható szúnyogháló. Alapból is dupla ablak van, és akkor még plusz még ez a szúnyogháló. Akkor így atommasszív, jó feszes. És akkor itt vannak ugye ezek a kis javítások, ezeket szeretném most kicsiszolni. És akkor ez is barna lenne, meg ez is. Ilyen csoki barnára megpróbálom. Na kérem szépen, elkészültem. Hát azért ilyen kicsi ecsettel dolgoztam, hogy nehogy bele menjek a középső háló részbe, ami ugye fekete. És ott próbáltam mindent úgy átkenni. Kicsit lehet, hogy meg foltosnak tűnik, mert annyira nem gyorsan szárad. Viszont azt vettem észre, hogy egész jó lesz. Hát a sarkokat megpróbáltam ugye kicsiszolni, amennyire lehet. Viszont utólag jutott eszembe, hogy lehet, hogy csiszolás helyett egy ilyen snitzervágókéssel lehet, hogy jobban le lehetett volna szedni a ragasztópisztolynak a sorjáit. De nyilván, aki esetleg olyan helyen dolgozik, ahol van kéznél faglett, az használja azt mindenképpen. Én nekem most már ez csak egy ilyen gyors megoldás volt. Hát röviden így ennyi lett volna. Majd egy képet még mutatok róla, hogy milyen beszerelt állapotban, teljesen készen. Sajnos ugye ma már nem tudom ezt megcsinálni, mert most meg kell várnom, hogy megszáradjon. Úgyhogy köszöntöm a figyelmeteket, legyetek jók, sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg, iratkozz fel, vagy kommentelj alatta. Továbbá követhetsz Twitteren, Instagramon, Facebookon vagy Ask-on is.